Az országgyűlés 2000 júniusában elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947-ben ezen a napon a szovjet hatóságok jogtalanul tartóztatták le és hurcolták el a Szovjetunióba Kovács Pélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. 8 évet töltött fogságban, először a Gulágon, 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében. Ez volt az első lépés azon az úton, ami során a kommunista párt kiiktatta az ellenszegülőket, és így haladt az egypárti diktatúra kiépítése felé. Mindez a demokrácia és a szabadság jogok semmibe vételének jelképévé vált. Faludi György, kihallgatás. Egész nap nyúzott, hol bokámat rúgtas, ordított, hol dühötten nógatott. Vadul gyűlöl, pedig pontosan tudja, hogy ártatlan vagyok. Hencegni ezzel már én sem kívánok. Bár csak tettem volna egy keveset ellenük, és nem most kéne kifundálnom a kémkedésemet. Mindegy, az embert úgy is elítélik. Emlékműsorra készültek a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai. Az emléknap alkalmából az 56-osok terén közösen szervezett megemlékezést Székesfehérvár önkormányzata és a Fejér megyei önkormányzat. Óhatatlanul egy kérdés fogalmazódik meg, ugyanis ilyenkor az emberekben a megemlékezés kapcsán, különösen azokban, akik át sem élték, és talán már hallomásból is alig ismerik az emlegetett időket, hogy mi szükség van mindenre. Mi szükség van rá, mi, hogy mit valaha volt kommunista rémtettekről és azok áldozatairól szóljunk. Hiszen szerencsére évtizedekkel ezelőtt elmerült cselekedetekről beszélhetünk, küszöbünkön pedig nem toporognak új leninisták, sztálinisták, rákosisták, hogy kalapácsokkal ránk törjék ajtóinkat, sarlóikkal összekaszabolják polgári létünket és átnevelő táborokba hurcoljanak minket. Nem, valóban nem. De tartozunk ennyivel az áldozatoknak, valamint nem hunyhatunk szemet a fölött, hogy ma is vannak, akik mindegy Lenin fiúként élik meg újra az internacionálé szellemét. Nem hunyhatunk szemet a fölött sem, hogy a kommunizmus emberellenes ideológiája szülőatyának, szobrát, az unió első számú tisztségviselője, saját hivatali nyelvük szerint a komisszárok testületének elnöke avatta fel. De nem hunyhatunk szemet a fölött sem, hogy a világ más tájain, Kambodzsában, Kínában, Kubában, Dél-Amerikában, vagy éppen Észak-Koreában az utóbbi időkig, sőt napjainkig ható és romboló eszme a kommunizmus. Felfelüti még a fejét valahogyan úgy, mint a rég elfeledett legyőzöttnek hitt betegségek. Nem, nem kell már az oltás, mondják róluk, hiszen nagyot változott a világ. Rend van, tisztaság, járvány már évtizedek óta nem dühöngött, minek szurkálni a csecsemőket, gyermekeket, ifjakat? Aztán pedig azok, akik maguk nem élték meg, riadtan és tehetetlenül tördelik a kezüket, amikor utoléri azokat a kor. Igen, ahogy a vírusok a testet, úgy rombolják a téves, vagy hamis eszmék a gondolkodást, rombolják a lelket. Mindezek a kórokozók pedig nem tűntek el, köztünk élnek, arra várnak, hogy feledésünkön, tévedéseinken, közömbösségünkön vagy hanyagságunkon erőre kapjanak. Immunizálni kell tehát a lelket is. Szükséges az, hogy mindenkor minden gyermeke, ifja megkapja az igazság cseppjeit, és minden felnőtt felelősséget érezzen ezért. Kelet- és Közép-Európában az éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kivégzés által elhunyt áldozatok száma eléri az 1 milliót. A rendszer áldozata az is, akit börtönbe zártak, vallattak, kínoztak, megbélyegeztek, akik csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek. Mindenki, akit a szabad cselekvés és a választás lehetőségétől megfosztottak, testileg és lelkileg megnyomorítottak. Február 25-én évről évre rájuk, a kommunizmus áldozataira emlékezünk. Ez azért fontos, mert ez felöleli a kommunizmus egy nagy korszakát, amit sokan át kellett, hogy éljünk. De sajnos nem tudták sokan ezt átélni, és éppen ezért áldozatokról van szó. Ez az emléknap, vagy ez a megfogalmazás, hogy a kommunizmus áldozatainak az egy hosszú korszak. Ugye a Szovjetunióból indult el a kommunizmus, illetve még Oroszország volt, és aztán tartott
Európa, Ázsia szerte, Európa szerte, hazánkban is egy nagyon jó hosszú korszakot. Egy-két dolgot, hogy milyen időszakok tartoznak ebbe bele. 1919-el kezdődött tulajdonképpen Magyarországon ez az üldözés, és ez az áldozat, majd fogunk itt bővebben látni a dokumentum kiállítás kapcsán. Aztán ugye következett a II. Világháború, amikor már a hadifoglyok, a Málenki robot, a gulág, ezek most egy kicsit furcsa kifejezések, a glavnoje, a gulág az egy olyan megfogalmazás, amit magyarul úgy mondunk, úgy fordítunk le, hogy a kommunista diktatúra kényszermunkásai és politikai raboknak az időszaka, amit a Szovjetunióba töltöttek le. Aztán ugye magyar vonatkozás, ez ott történt, de ugye magyar emberekkel. Aztán ugye Magyarországon jött a kulágüldözés, jött az egyházüldözés, jött a kitelepítés, a németek kitelepítése, a magyarok kitelepítése, a szlovákok nép, hogy is mondjam, szlovák nyelvűek, magyar nyelvűek cseréje így megtörtént. Aztán következett, érem szépen, a Recski kényszermunkatábor, ami a Szovjetunió mintájára Magyarországon is megtörtént. Ez egy titkos kényszermunkatábor volt. Sokáig nem lehetett róla tudni, csak akkor, amikor valakinek sikerült onnan megszökni, és aztán sikerült megtudni. Ez 1956-ig terjedő időszak. Beszélhetünk még részleteiben többet is erről, de majd később lesz erről szó, amikor még az 50-es években olyan nehéz helyzetek alakultak ki itt Fejér megyében is, egy Császár István nevet említenék, amiről majd később úgyis fogok szót ejteni. Nos, hát elérkezett egy olyan időszak, amikor azt mondtuk, hogy Magyarország egy világrengető forradalmat csinált, ugyanis ebben a II. Világháború utáni szovjet győzelem után senki nem mert közelünkbe beleszólni ebbe a nagy ellenállásba. Egyedül a magyarok. És ezt megtették az 1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán. Persze ugye a túlerő november 4-én vérbe folytotta ezt a forradalom és szabadságot, és akkor utána jött a megtorlás. Ennek is voltak nagyon sok áldozatai, nem csak a forradalom és szabadságharc alatt a szovjet sortüzek, stb. Ellenállás kapcsán, hanem az azt követő elítélések. Több száz embert ítéltek el. Tudjuk nagyon jól, hogy a 301-es újkosztatmetők 301-es parcájában egy kopjafa erdő van azoknak a síremlékéhez kapcsolódóan, akik a forradalom előtt, mert ugye előtte is voltak kivégzések, nagyon sok, az a 298-as parcellában van, de a 301-es parcellában a forradalommal kapcsolatos kivégzetteknek a kopjafái vannak elültetve. Tehát ez egy ilyen hosszú folyamat. És ennek természetesen most mi csak a magyarországi részét ismerjük meg, részleteiben, csak kis részleteiben, mert erről nagyon sokat lehetne tájékoztatni bárkit is, könyvek jelentek meg, én magam is foglalkozom ennek a dolognak a felkutatásában, mint kutató, de ugyanakkor a körülöttünk lévő kelet-európai, közép-európai államok is ugyanebben a cipőben jártak. Most nem sorolnám föl, hogy kik tartoznak ebben, nagyon jól tudjuk, hogy kik voltunk, kik voltak, akkor a úgymond idézőjelben tett béketáborba tartozó országok. Ahogy azt említette, ugye 1919-től már kezdődik, gyakorlatilag beszélhetünk erről az esemény sorozatról, és ezt jól szemlélteti az ön mögött látható tabló is. Milyen részleteket tudna elmondani ezzel kapcsolatban? Ugye erre a tablóra két évszám van fölírva. 1919 és 45. Ugye a 19, ugye március 21-én győzött a tanácsköztársaság, azt tartott 133 napig. Ebből adódóan nagyon sok, majd részleteiben, nagyon sok ember áldozat volt, amit ők úgy azzal kezdték a tevékenységet, hogy a hatalom nevébe egyfajta kivégzés sorozatokat végezzenek el. És ez megtörtént, majd részleteiben elmondom, hogy milyen dokumentum van arra. A másik pedig, ezt követően, ugye egy kis idő eltelte után, ugye 1945, amikor már nagyon sok embert, az előbb említett fadifogoly, Málenki robot, gulágra elhurcoltak, időszaka következik. És ez az, ami egy első gondolatsort felölel. Kérem szépen, 1919
győzött a Tanácsköztársaság március 21-én, és a hatalom nevében elindult egyfajta nagyon komoly emberirtás. Ez az emberirtás a népbiztosok kategóriába tartozó vezetőkkel valósult meg. Samueli Tibor volt ennek az egész népírtási, hát nem egészen nép, de írtási folyamatnak a vezetője. Azt jól látom egyébként, hogy akkor a 4,5 hónapos rémulalom alatt 590 ember gyilkoltak le. 590 ember került erre a sorsra, amit itt végrehajtottak. A legnagyobb létszámú kivégzés egy helyen a Dunapatajon volt, 63 személyt, hogy most ez egy nap alatt történt, azt nem tudom pontosítani, de 63 személyt gyilkoltak le ott. Erre vonatkozóan a Dunapatai temetőben egy emlékhely is van kialakítva, én magam is jártam ott. Tehát summa summarum 590 ember lelte halálát. Ez alatt a 133 nap alatt, aminek alapvetően a hatalom azonnali megnyilvánulása is, féljetek tőlük, hát ez a kommunizmus, amit meghirdettek valamikor egészen máshogyan. Tehát most nem mennék tovább a részletekbe, de akárhány ilyen kommunista esemény van, mindenütt a bajok, a kínzások, a megpróbáltatások, a kivégzések, stb. Sora jön elő. Közben vetőleg még hadd mondjak egy-két dolgot, hogy kiket vittek el például erre a gulágra, mert aztán majd szóba kerül a hadifogoly Málenki-robot, és ez a gulág az egy másik témakör, de most az első összegyűjtés, hogy így mondjam, az még a háború vége felé 44 októberében, novemberében kezdődött. Utána a hadifoglyokat fogták el, és vitték ki, és később még a Málenki-robotot. No, hogy kik kerültek ide? Írja Alekszandr Szolzsenyicin a Gulág szigetcsoport című művében, könyvében. Egy-két dolgot azért, hogy pontosság kedvéért ne mondjak olyat, amit nem ő mondott. Előzőleg annyit, hogy például egy politikai rabot és kényszermunkást büntetésre szántak azért, mert nem tudta a normát teljesíteni. És ez a büntetés az volt, hogy betették egy olyan szűk helyre, ahol se letérdelni, se támaszkodni, semmit nem tudott, csak neki dőlt a falnak, még a fejét se tudta mozdítani, és csöpögtettek a fejére vizet. Ez egy bizonyos periódusonként csöpent a fejére, és folyt le a testén. Annyira, hogy egy fél nap után megőrült, és nem tudtak vele mit csinálni, üvöltözött meg minden, kivették onnan, és hónapokig kezelték, mert ez az idegrendszerét annyira felőrölte, hogy nem tudtak vele mit kezdeni, és akkor kiesett a munkából. Tehát most azért ennek a rossz intézkedésnek az volt a hatása, hogy ő tulajdonképpen nem dolgozott. Ezt most így közvetőleg mondtam. De hogy miért vittek el például oda, Szolzsenyicin leírja. Rádióhallgatás, ez a címe. Egy vízvezeték szerelő mindig elzárta szobájában a vezetékes rádiót, valahányszor a Sztálinhoz szóló levelek végtelen sorát kezdték beolvasni. Szomszédja feljelentette, 8 évet kapott, mint társadalmilag veszélyes elem. Magyarországon is volt ilyen, ott nem tudtak 8 évet kiszabni, de elvitték a magyar embert, mert hallgatta a Szabad Európa rádiót. A minden a Szovjetunióban. Éhes kislány a másik. Egy éhes kislány, név szerint Lida, 14 éves, mondja itt, hogy hol lakik, az út porából fölmerte a teherautóról lecsorgó gabonát, amit már nem tudtak volna egyébként sem felhasználni. Neki csak 3 évet adtak. Figyelembe vették, mint enyhítő körülményt, hogy nem a mezőn, vagy a magtárban rezsmálta a szocialista tulaj. Egy kislány, 14 éves és 3 év. Akik valamiféleképpen fogva voltunk, ott olyan őrzési fejedelem volt, de éjjel-nappal, hogy
Ha megcsörrent az ár, az ajtó, akkor abban a pillanatban, akármiről volt ott egymás között szó, vagy akár aludt, akármiről, abban a pillanatban föl kellett ugrani, és kinyílt az ajtó, addigra már ott kellett állni lédába, sorba. Nem múlik el, hosszú évek során sem, az én esetemben, én ugye nem sokat voltam olyan környezetben, nehéz környezetben voltam, de nem sokáig voltam abban a környezetben, ahol bántottak bennünket fizikailag. És hogy akkor, mikor már a bántalmazások enyhültek, akkor egy másik környezetben, a börtön környezetben kerültem, és ott is abban a pillanatban, ha megcsörrent az ár, felugrott az ember. De még utána, mikor kiszabadultam, évek múltán is arra ébredtem föl, hogy megcsörren az ár.